Signal lost. Hajtsuk meg. Igazi télies időjárás. 18 fok. Max 20. Téli csuvaruha. Felpöccsenő sarad birgya. Ahogy látom, a horgász verseny folytatódik. Versenypihenés. Pihenésverseny, horgászverseny. De valami VB jellegű dolog. Világbajnok pihenőink. Azért ez már nem gyenge. Sű, rakott bírókkal és figyelőkkel, hogy eléggé pihennek-e. Hajtsuk meg! Ez az, amiről beszéltem, nagyon hideg van, lefagy a kezem, kellett volna a kesztyű. 18-20 fok viszont te használ, kedvez a hízni, sétálni, egy nap alatt körbe sétálni, evő, enni, pacalt hozni, vagy minek nevezzem. Szóval az ilyen lusta disznóknak, akik csak fekszenek az uton, és nem használják ki sport célra. Hát igen. Emlegettem, de ő legalább a szélén megy. El lehet férni, hátra néz. De van, ahol ezek hármasával egymás mellett, és hiába csenget az ember, hogy hoppá, kerékpár út, ne feküdj már el az egész helyet. Na mindegy, edzeni kell, úgyis megfagyunk. Ott is azért már a versenyhorgászokra, a versenypihenőkre fölkerült a sapka, a téli. Hajtsuk meg! Azt hiszem, hogy a helyek előtt még lázlapok is vannak kín. Biztos mérzik a pulzust, hogy mennyire pihent, mennyire relaxál a pihenő. A versenypihenő, ott is. És abból gyirogatják. Nagyon jó, fantasztikus dolog lehet. Nekünk meg hadd fájjon, hajtsuk meg! Hát elég nagy a dugó az úton. Hát ez van. Túl kellemes az idő nekik. Igazi hízni vágyó paradicsomi idő. Csak az fázik, aki gyorsan megy. Hajtsuk meg! ...144-jel érkeztem az északi sarkra, már hogy 144-es pulzussal, ami nem rossz, hogy a pulzus az edzés sebessége, aztán van az ideje. Amíg ez fennáll, kettő szorzata, meg a hatékonyság, az értelme, az energia, onnét már könnyen számítható, életkor magasság tömeg alapján egy-két táblázatból. Gondolom ez is olyan nagyon pontos dolog, de közelít a valósághoz. Ezt tudják ezek a pulzusmérő kütyük. 139-es felpihenek pulzussal a kardiolejtő előtt. Ugye egy kilométer múlva jön az egy perc beszarás, mert az kemény. Ott az nem viccel, az emelkedő rendesen. És az az egy perc, az fájni fog. Úgyhogy most felkészülünk. Lelkileg leeresszük a pulzust. Ez az. 138. Hát a szép elmélet a 132-re. Csak akkor nem halad a Brizley, ugye? Tekerni kell, ahhoz energia kell, az meg pulzus. Valahonnét jönni kell a felhajtó erőnek majd. Majd jön innét. Hú, de el van kopva a téli gatyám. Egyenesen Japánból is jöttek ide pihenni, horgászni. Mondom én, hogy VB.
nagyon híres ez a deseda, amíg be nem fagy, ezt akkor már itt körbe tükörjég lesz hagyva, nem lehet rajt közlekedni, akkor van a gebasz, olyankor el van felejtve, olyankor egy ösvény nem csaphatnak így a kerékpárútól, hogy lehessen menni, mert amúgy meg gyönyörű szép. Télen is. És a zsír ugyanúgy ég, hogyha edzel télen is, és nem ég, hanem felgyülemlik, hanem edzel, és a végén megöl. Szép lassú szenvedéssel, ugye mind a székely, meg a medve, akkor leharapja a lábát a gyereknek a medve, azt mondja, opám, megbosszulod, hely fiam, ha lelőném, az gyors halál lenne, hagyjuk a medvét. ...163-os maximumot sikerült elérni. Hát, fájt eléggé. Ez elég rövidek lesznek ezek a videók, mert lefagy az ember keze. El is kell, hogy tegyem. Készüléket már lefagyott kézzel eldobom. Hajtsuk meg! Azoknak, akiknek ez olyan kellemes idő, és hú, de jó lenne sétálni az erdőbe, elmondom, hogy ezt a kullancsok is szeretik. Iszonyat sok fertőzött kullancs van. Lyme-kór, agyhártyagyulladás. Millió szám hullik, mászik föl rád. Főleg, ha leülsz az útra. A biciklis út a legszennyezettebb, oda nem ennyi. Meg a desed a körül. Nagyon veszélyes. Ne menjél ki, maradj otthon. Hadd férjek el edzeni. Hajtsuk meg! A közhiedelem, hogy a fáradó esik rád, hát esik onnét is a kullancs. Főleg nagy része alulról mászik rád. Ehhez azért kell egy lassú sebesség, hogy tudjon. Úgyhogy ha nem tudsz 27-es átlagsebességet teljesíteni az esetre, ne gyere ki, felmászik rád a kullancs. Vagy rád esik. Most én itt megyek 30 fölött, de szegényem ide leesik, ha ott van a 100 méterre mögötte, nem itt rajtam, ha rám nem esik, ugye? Ahhoz már ott le kéne ugrania, hogy így rám essen, de akkor nem tudja, hogy jövök. Ha nézi a tévét, hízik otthon, eszi a pac, kullancs pacalt, a kullancs krémes. Kullancs vajon nézze, hagyj! Üzenet a hajónaplóvalnak, 18 fokba kesztyű. A duplazokni is kevés, az SPD-be. Határeset. Így egy egykörös plusz ki és visszautas 23 kilométeres 51-2 perces edzésen épp hogy el fogom viselni, de nagyon hideg, új végek fagyva, lábujjak fagyva, kötelező már 18 fok alatt a téli zokni, szóval lassan jöhet a nem SPD, ha ilyen hirtelen érkezik a tél, szeptember 2-án. Hajtsuk meg, 2017! Másik lassan elérjük a lángosost. A brit tudósok, mondom, a videó végén elmondom, miért a britek. A brit tudósok igazolták, hogy ezek a 2017. szeptemberi augusztus végi kullancsok már egy új mutált faj, és a lángos szagra, az égett aldehides olajszagra, erre a jelezetes akrolein szagra mennek, és úgy találják meg a zsíros ragadt áldozatokat nagyon okosan. És egy jó tanács, ha nagyon fosol a fertőzött lyme-kóros agyhárti gyulladást hordozó kullancsoktól, akkor erre meg aztán főleg ne gyere, mert itt sütik a lángost. Hajtsuk meg, ha tudjuk. Szép idő.
érkezik, vagy van. Úgyhogy ha ez lenne novemberben, ugye? Ha láthatjuk, mennyire próbálnak elsőbséget adni ott a mackó sajtól. Hát ez van. Ja, tényleg ígérték, hogy a brit tudósok. Hát mert ezt szokták mondani, hát ez a Mayer duma, ez a menő. Ez a semmit érő duma, mert honnét a pöcsből tudná valaki ellenőrizni, hogy milyen tudós egyáltalán hazudott-e ilyet, vagy az újságíró magát ott talált, aki nem más hazugság alapján szőtte át az adott dolgot. Hát igen, brit tudósok. Bebizonyították, ha most megtekerem még a zsír, hajtsuk meg! Mondjuk ezt a dolgot se értem, ez a brit tudósok ugye alap. Szóval brit tudósok analizéltek kullancsokat, hogy szegény kis kullancs, hát gondolj bele, akkor az egész. Hát mekkora annak a kis balaga? Na most abban a brit tudós, a többszörű vas